szavaid elárulnak téged. Aki a cselekedetekben bízik, az olyan kijelentésekkel árulja el magát, mint amilyenek a következők. Például, én megteszek minden tőlem telhetőt. Ezzel az a probléma, hogy a tőlünk telhető legjobb még mindig nem elég jó. Minden idézőjelben tőle telhető legjobb, csak mocskos rongyisten szemében. Következő ilyen, hogy én nem vagyok olyan rossz, mint sokan mások. Igen, az lehet, hogy nem vagy olyan rossz, de rosszabb vagy, mint ahogy azt Isten elvárja. Ő tökéletességet követel. Ezért szükséged van a megváltóra. Következő ilyen, hogy hát én megpróbálok keresztényként élni, hiszen barátságos vagyok embertársaimhoz, és tisztességes életet élek. Viszont nem lehetsz keresztény azáltal, hogy valamit megpróbálsz. Csak úgy, ha hiszel ő benne. Következő ilyen, ha valaki azt mondja neked, hogy nem elég, ha komolyan próbálom. Az lehet, hogy valaki egészen komolyan gondolja, és komolyan mégis helytelenül csinálja. Olvasta a történetet arról az apáról, aki az éjszaka közepén lejött az emeletről, mert úgy gondolta, hogy tolvajt hallott. Amikor a társaságban megmozdult valami, lőtt. A lövéssel azonban a lányát ölte meg. Ő komolyan gondolta, de kegyetlenül tévedett. A következő ilyen, ami elárulja a tévegést, az a következő. Én mindig is nagyon vallásos voltam. Erről elmondható, hogy egy ember számára gyakran az a legnagyobb akadály, hogy vallásos. Ez megtéveszti, és úgy gondolja, hogy nincs szüksége Krisztusra. Warren Wiersbe mondta, idézőjelben, mint a legtöbb vallásos ember, Pál elég jól élt ahhoz, hogy ne ütközzön nehézségekbe. De nem elég jól ahhoz, hogy a mennybe jusson. Nem a gonosz dolgok voltak azok, amelyek távol tartották őt Jézustól, hanem a jó dolgok. El kellett veszítenie idézőjelesen vallását, ahhoz, hogy része lehessen a megváltásban. Következő árulkodó mondat, azt mondják, hogy remélem, hogy a mennybe kerülök. Ez azért nem jó, mert nem elég, ha reméled, ezt tudni kell. Biztosnak kell lenned. A remény csalóka. Vagy lehetséges volna? Csalóka. A remény. A következő ilyen állítás, ami árulkodó, ha valaki ilyeneket mond, például, hogy a nagypapám nekem lelkész volt. Hiszen ez azért teljesen figyelmen kívül hagyja, hogy a megváltás egészen személyes dolog. Az, hogy mi volt a nagypapád, nem segít rajtad. A kegyelem nincs a vérünkben. A megváltást nem lehet örökölni. A következő ilyen tévegő mondat az, hogy valaki azt mondja, hogy azt nem lehet tudni, hogy elnyerem-e az üdvösséget, amíg Isten az egész életünket meg nem ítélte. Na most, akkor már túl késő lesz, ha te a jó cselekedeteidre hagyatkozol. Már most tudhatod, hogy megkaptad a Istentől ezt az ajándékot. Ez az ajándék az örök élet Jézus Krisztus által, a mi Úrunk által. Ugyanígy problémás, valaki azt mondja, hogy hát én azt gondolom, hogy sikerülni fog. Hát erre azt lehet mondani, hogy amíg saját magadban bízol, és nem a szabadítóban, egyáltalán nem fog sikerülni. Következő ilyen állalázatos mondat az az, hogy hát vakmerőség és felfogalkodottság lenne azt állítani, hogy üdvözülünk. Na most, ha ez a mondat igaz lenne, a megváltás cselekedetektől függene. De mivel nem attól függ, hanem ingyenes ajándék, amely csak is a hitre épül, ezért nem felfogalkodottság. Isten azt mondja, hogy mindenki, aki megtér és hisz, üdvözül. Ezt lenne vakmerőség elhinni? Nem, ellenkezőleg. Az lenne vakmerőség, ha kételkednénk az ő igéjében. Az valóban felfogalkodottság volna. A következő ilyen, aki mielőtt
Jézushoz jönne, azt mondja, hogy de hát először rendbe kell hoznom az életemet, ugye? Na most nem. Nem kell, mert Isten hív téged, de úgy hív téged, hogy jöjjön hozzá minden bűnöddel, ahogy vagy. Ha te arra vársz, hogy megjavulj, és majd akkor fogsz lépni, akkor sohasem fogsz lépni és eljönni. Le kell szögezni, Isten nem jó embereket keres, és nem is olyanokat, akik megpróbálták magukat tisztára mosni. Lássuk be, ő istentelen bűnösöket keres, akiket meg tud szabadítani, igazítani és dicsőíteni. A következő ilyen árulkodó mondat, ha valaki azt mondja, hogy attól tartok, hogy a végsőkig nem fogok tudni kitartani. Na most nem lenne benned ez a félelem, ha belátnád, hogy a megváltás csak is kegyelem által történik. Ugyanolyan kevéssé vagy képes kitartani, mint amennyire nem vagy képes az elején önmagadat megváltani. De ugyanez a csodálatos szabadító, aki a megváltást ígyen és minden ellenszolgáltatás nélkül adja neked, megőriz a megbotlástól, és dicsőség elé állít fethetetlenségben újjongó örömmel. Vedd már észre, hogy mindezek a kijelentések, ezek az attól tartok, csak a saját személyed körül forognak. Egyetlen szó sem hangzik el a megváltóról. Mindenki úgy véli, hogy minden attól függ, kicsoda az ember maga, vagy mit tud megtenni ő maga.